késő este, sőt inkább éjszakaletnire ideértünk a Dunafővárosi szakaszára. A hátam mögött a Lágymányosi híd és a Lipa látható. Holnap hajnalban itt próbálunk egy kis filmet forgatni rakósbotos horgászatról. Akit érdekel, tartson bele! Úgy lecsapta egy nagy márna, ami kicsi, de úgy lecsapta, hogy öröm volt. Nézzük. Itt van. Már megérkezett az első nagyobb hal. És ez még mindig nem az a méret. És ami nekem új, ahogy látom, szilvóró keszeg. Hú, de szép. Biztos vannak olyan szakaszok, ahol voltak, de ahol én jártam eddig, alig találkoztam egy-egy darabbal. Most pedig tök sokan vannak, és én tök boldog vagyok, mert nálunk a körösökön nem nagyon van. Legalábbis a hármas körösön nincs, sebes körösön van, de ott is kevés és kicsik. Ez viszont egy nagyon szép.
az úsztatott szerelék az elején mindig beválik. Rengeteg kicsapódott csali, csonti miatt vadásznak a halak, és mi pedig ezzel tudjuk a leghatékonyabban levadászni. Az első gyönyörű szép paduc. Mi lesz itt még ma? Hirtelen kellemetlen szél támadt, úgyhogy be kellett tennem a pálcolomot. És valami szép hal el is kapta. Igyekezzünk a nagy halakat, főleg a dévért, jászt kifordítani a part közelébe, ha van rá helyünk. Mert kisebb eséllyel akadnak le. És akkor utána szépen így vissza lehet fordítani a botot a görgő irányába. Itt már sokkal kisebb a sodrás, sokkal jobban mozgatható a hal. És
sokkal kisebb az esélye, hogy kiüti a horgot a szájából. Hihetetlen. Most nem tudom megszámolni, hányféle hal. Ez most éppen egy balin. A pink színű csontin. Egy fehér, egy piros és 4-5 ilyen pink színű. Végre alkalmasak a fényviszonyok arra, hogy bemutassam nektek a szerelékeket, amivel ma horgáztam és horgászni fogok. Én alapvetőleg 4 különböző szereléket szoktam használni folyóvízen, és leginkább ebből a Dunán. Az első, és hát nem mondom, hogy a legkedvencem, mert a kedvenc mindig az, amivel a nagy dévért és a nagy halat fogja az ember. Az egyik gyakran használt szerelék az a duci úszó. Én itt most ezen a helyen 15 grammosat használok, és a duci úszónak 2 jelentősége van. Kettőféleképpen tudom vele felkínálni a csalit. Egy gyorsan vezetettet, kifejezetten paducra, márnára horgászva, és amikor meglassítom, és nagyon meglassítom, akkor nagyon jó jászkeszegre, lánykoncélra, szilvorú keszegre, és néha egy-egy dévére. A felszerelés lelke az, hogy itt összesen 30 centis előkét szoktam használni, és a halak és a Duna sodrásához képest igazán kicsi, 14-es horgot, mégpedig 30 centis előkén, és onnan az olmozáson pedig összesen egy ilyen 20-22 centire van, tehát az egész a horogtól a fő ólomig nincs fél méter. A következő szerelék az már lapos úszó, mégpedig 20 grammos méretben, ami jelen horgászatunknál már egy lényegesen lassabb, majdnem megállított csali vezetést tesz lehetővé. Tehát így néz ki, egy jó vastag csőantennás delta laposúszó. A horog itt már egy számmal nagyobb, és nem hosszúszárú, hanem öblös. Az előke mind a kettőnél egyébként 20-as méretű, és mind a kettőnél 30 cm hosszú. Az olmozás itt is ugyanaz, mint a duci úszónál, tehát körülbelül egy ilyen 20-25 centin belül véget ér az olmozás. Nagyon jól lehet látni, hogy ennyi az egész. Végül is majdnem ugyanazt horgásszuk vele, mint a ducival, annyi a különbséggel, hogy minden sokkal lassabban. És ez nagyon fontos, hogy minden sokkal lassabban. Egy teljesen univerzális szerelék, szinte mindenféle hal fogható vele. Jön a következő. Ez már a nagy halas megállított, vagy majdnem megállított csalis horgászat. 30 grammos lapos úszó ezen a helyen. Ez a méretű úszó majdnem teljesen megáll, mondjuk 99%-ban. Itt viszont már eltérek. 25-ös főzsinoron, 22-es előke. Szintén 30 centis az előke, de viszont itt már szép, jó, nagy méretű horgot szoktam használni. Természetesen ez bármikor tudom cserélni kisebbre. Viszont a jelentős különbség az előző két felszereléshez képest, hogy itt ha visszahajtom a 30 centis előkét, már több mint 30 cm-re van a főolmozásom, tehát körülbelül egy ilyen 60-70 cm, és majd a vízmélységben van hatalmas különbség, míg a duci úszónál max. Ennyit szoktam letenni, a következőnél egy előke vagy max. Majd egy előke hozt, itt teljesen idáig leszoktam pakolni, tehát ez mind elméletileg lent fekszik a talajon, vagy legalább is ott libeg, és a főólom ennyire van a talajtól. Ez még mindig egy kézben tartott horgászat, nem áll meg 100%-osan, mindig egy nagyon-nagyon picit rá kell segíteni. És akkor jön a harmadik, vagyis a negyedik már, az pedig egy rakózsvotra készített fenekező szerelék végül is.
ami egy 40 grammos, hogy hívják ez? Pálcó. Szóval ez egy rakósbotra készített fenekező szerelék, ami áll egy karabinerből, egy 40 grammos pálcaólomból, egy gyorskapocsból és egy igen hosszú előkéből, olyan, mint a fédereznék végül is. Ez körülbelül egy ilyen 80 cm-es az előke. Szép nagy méretű horog, 10-es horog van rajta, de hát ezt is bármikor tudom cserélni kisebbre, nagyobbra, halaktól, kapástól, viselkedéstől függően. Ezt a szereléket általában abban az időszakban használom, ha nagy halak vannak ott, vagy pedig kevés a kapás, és feleslegesen nem fárasztom magam, hiszen egy ilyen egész napos peca azért elég fárasztó tud lenni végig rakósbottal a kézben. Horgászatra volt egy potya utasom is, velünk tartott Miló barátom, aki itt alattam potyázik és fogosgatja a szemnél szebb halakat. Hát neki is nagyon tetszik a folyóvízi horgászat, és ezek a gyönyörűséges halak. Hát ilyen az, amikor a kamerás nem bír magával.
Jézusom! Hát ezekért a elképesztően csodálatos halakért érdemes a Dunára ellátogatni. Ezért imádok a folyóvizeken horgászni. Soha nem lehet tudni, hogy milyen hal akad a horogra. A Duna ismét bebizonyította, hogy a folyóvizek halfaunája rettentően változatos. Szerintem legalább 8-10 féle halat fogtunk, köztük ilyen csodálatos dévéreket.